Jó estét kívánok! Orbán Viktor szerint az orosz devizatartalékok rendkívül erősek, az orosz gazdaság pedig újjászervezhető. A kormányfő a brüsszeli uniós csúcson azt mondta, Oroszország továbbra is komoly ország, amelyet megfelelő súlyán kell kezelni, ezért szerinte Oroszországot korán sem lehet leírni. Az ellenzék viszont úgy látja, hogy megbukott a keleti nyitás politikája. Azt mondják, Oroszország képtelen lesz teljesíteni a paksi bővítés finanszírozását. Az orosz devizatartalékok rendkívül erősek. Optimistán nyilatkozott a brüsszeli uniós csúcson a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, Oroszország katonailag is erős, és nem jelent problémát a térség. Szerinte újjászervezhető az orosz gazdaság. Oroszország egy komoly ország, nem szabad úgy tekinteni rá, és úgy gondolkodni róla, mint egy végzetesen legyengült országról. Komoly tényező, és komoly tényező marad a jövőben is, ezért kellő komolysággal kell viszonyulnunk Oroszországhoz. Ez gyakorlatilag akkora lukat vág a orosz költségvetésen, mint a jéghegy a Titanikon. Az MSZP európai parlamenti képviselője szerint az alacsony olajárak teljesen szétverik az orosz gazdaságot, amit Putyin egyedül nem fog tudni megoldani. A külső beruházásokat is gyakorlatilag leállítja. Ennek fényében én nekem az a határozott véleményem, hogy az orosz fél képtelen lesz finanszírozni például a paksi beruházást. A DK szerint a keleti nyitás politikája kudarcot vallott. Gréczi Zsolt szóvivő szerint ugyanakkor, ha Oroszország mégsem tudja hitelezni a paksi erőművet, annak belpolitikai hatása is lenne. Orbán Viktornak egy újabb terve vagy ötlete bukna el teljes joggal, a demokratikus koalíció nem támogatja ezt a fajta átláthatatlan gazdasági mahinációt, amiben az Orbán kormány belement volna, hogyha az atomerőműről bármilyen módon tárgyalni kell, akkor nyilván újra kell nyitni az összes tárgyalási lehetőséget, és nyilvánosságot kell biztosítani mindenféle szerződésnek. A Jobbik szerint, ha az Unióba is begyűrűzik az orosz válság, abból Magyarország sem maradhat ki. Ezeknek az együttes hatása az a magyar gazdaságra nézve katasztrofális. Az én meglátásom szerint, nagyon remélem, hogy nem nekem lesz igazam. Az LMP szerint Magyarország egy szerencsétlen külpolitikai helyzetbe került az ukrán válság óta. Ez a tragikusnak minősíthető külpolitikai helyzet nagyon nagy mértékben fogja befolyásolni Magyarország gazdaságának az alakulását. Tehát Magyarország a nyugat szempontjából egy megbízhatatlan partnerré vált. Az LMP szerint Magyarország politikai üzenete most az, hogy nincs helyünk a nyugati biztonsági szerkezetben. Amikor a piac ezt észleli, akkor csökkennek a beruházások, és viszik ki a külföldi tőkét az országból.